Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Titanfall TDM Attrition, ahogy itt hívják, arról, hogy hogyan legyünk sikeresebb pilóták, hogyan dominálljuk az ellenfél pilótáit, és a titánt hogyan használjuk ki sikeresebben, és azért TDM, mert ugye a TDM mint olyan játék tartalmaz a legletisztultabban egy játék mechanikáját, amit szépen sikerrel át lehet ültetni a többi játék fajtába is, mint Domination, Capture, Deflect, stb. Ugye megspékelve az adott játék sajátosságaival, Domination foglalj zászlót, Capture, Deflect, hozzá a zászlót, stb. Tudjátok ti is. Nos, szóval a lényeg a videóban az lesz, hogy hogyan ugye legyünk, elsőre igyekezzünk sikeresek lenni, mert ugye a Titanfallban a titánok egy kicsit megkavarják a TDM-et és adnak rá egy extra ízt, hogy úgy mondjam, úgyhogy bizony azzal igen meg tudod boostolni a kill streakedet, hogy úgy mondjam. És mi van, és lesz egy másik része a videónak, hogy mi van akkor, amikor nem neked sikerül gyorsan megszerezni a vezetést, és nem neked sikerül dominálni elsőre a pályán, és mi van akkor, tehát akkor se pánikoljunk, mert akkor is bevégezheted az első, egy, kettő, harmadik helyezett között, ha elég ügyes vagy. Azért mondom mindig, hogy ügyes vagy, mert gyakorlatilag a Titanfall-ban egy kicsit ügyesnek is kell lenni, de masszívan egyre inkább az ace dominál, mint olyan. Nos, ugye mi a TDM alapmozdulat, hogyan szerezzük meg az első titánunkat a leggyorsabban, miért kell a leggyorsabban megszerezni a titánt, itt gyakorlatilag, ha pont nem hívja be előttem a társam, akkor nekem sikerült volna, az plusz 100 pont, az plusz 100 pont. Nos, hogyan szerez meg gyorsan a titánodat egy TDM szempontjából, két módszer is van rá. Első, a nagyon rásol, szint az őrült, odamész, gyorsan lelövöd az első pilótákat, és botokat is megvan. A következő, tehát lényeges szempont, hogy ne agyonkillódásnak és ne nehéznek érezd az egészet, gyors titán megszerzési módszer. Megtalálod az első kupac ellenfél botokat, és agyonzúzod őket. Következő, ami között biztos, tehát 98% hogy lesz egy pilóta is, és hát egyértelműen le kell lőni az első pilótát is, és le kell lőni azt az első 10 botot is, és már is megvan az első titánod, mint az őrült. Tehát iszonyat gyorsan meg lehet szerezni. Egy pilóta, kb. 10 bot, és kész, vége a partinak, megvan az első titán, te dominálsz. El van tüntetve. A másik módszer, hogy hogyan öljél pilótákat sikeresebben, ez inkább arra fekszik. Ahogy elkezdődik a játék, bejönnek a ti botjaitok, tehát a baráti botok, szépen beállsz közéig. Nem mozogsz nagyon, mert rögtön kiszúrnak, hogy te vagy a pilóta. És mit csinálsz? Nézed az ellenfelet, hogy melyik pörög jobban, melyik a pilóta. Kinézed magadnak, és szépen a te botjait közül kiszeded azt a bizonyos ellenfél pilótát. Nagyon egyszerű technika, állj be a botjait közé, szedd ki az ellenfél pilótát, nem mozog túl nagyon, hogy ne kelts magas feltűnés. A pilóták nem nagyon törődnek a botokkal, mert nem jelentenek rá, ők veszik, majd amikor odaérnek, lelőnik őket. Inkább ugye rád koncentrálnak, mint pilóták, de te, hogyha meg vagy bújva a pilóták között, a botok között, akkor gyakorlatilag esélye nincs annak a pilóták, mert nem fog vele törődni. A további köcsök dolog, amit megtehetsz, átnevezed a nevedet, ugye arra bizonyos pilóta névről átnevezed magad valami Spectre vagy Grantra, és már is, amint hívja a nevedet, már nem fognak veled annyira törődni, na jó, de ez már a köcsög része a játéknak, de ezt is be lehet játszani, amennyiben át tud nevezni magad originem. Nos, ennyi lett volna ilyen basic dolgok, hogy hogyan gyorsan pilótákat és titánt érjünk el Titanfallba. Még egyszer mondom, leölsz 10-15 botot és egy pilótát, és megvan az első titánod, és dominálsz a pályán gyakorlatilag. De mi van akkor, amikor nem neked sikerül beírni az első titán, sőt, ugye az ellenfél hívja be az első titánt, és akkor bizony ugye elég nagy baj van, hogy úgy mondjam, mert ugye az ellenfél első titánja az igen tud dominálni és lezúzni
titeket, na de akkor is lehet még küzdeni azért, hogy beérj az első, második, harmadik helyzetbe. De mit kell akkor tenned? Kell találni egy olyan helyet, ahol a titán ellenfél titánja nincs akkora rálátása rá, de viszont neked kényelmes rálátása van. Elővenned az antititán fegyvered, ami lehetőleg azért nem a rakétabető, és elkezdő lőni az ellenfél titánját, és vigyázz, persze, hogy jönnek a pilóták, ez egy ilyen egyértelmű dolog, és automatikus azért nagyjából mindenkinek, de el kellene kezdeni lőni az ellenfél titánját, titánokat, ahány van a pályán. Miért? Mert rengeteg időt spórol neked a következő titánodig. Ugye, tegyük fel, lőtted az ellenfél titánját, és gyorsan össze fogod tudni szedni így a következő titánt. Mit kell olyankor tenned? Ugye a legtöbb játékos, ha észreveszed, egy rögtön bejövő, megvan újra a titán, lehet beülni titánba, lehet harcolni. Nem. De azt mondom, hogy nem, ne hívd be elsőre a titánodat. Ne hívd be elsőre a titánodat. Várj egy kicsit, mert a csapattársaid is arra mennek, hogy legyen nekik titánjuk, és elkezdik ők is sebezni az ellenfél titánokat. És amikor már látod, hogy kb. 4 csapattársadnak azért már megvan a titánja, na akkor egyszerre mindenkivel behívod te is a titánodat, és szétzúzzátok az ellenfél már megsebzett titánjait, ez egyértelmű ugye, és onnantól kezdve már ti domináljátok a pályát. Az ellenfél mire behívja az ő titányatok, addigra ti már masszív killstreaket éltek el rajtuk, és igen, meg is tudjátok fordítani a meccset. És bizony ez azon múlik, hogy te gondolkodsz-e azon, hogy ne rögtön behívd egyedül a titánod, és egyedül szállj szembe az ellenfél egyébként is már megsebzett titányéval, mert akkor sincs esélyed, hanem szépen megvárod, amíg az ellen, míg a te csapatesít összeszedik a titánokat. Egyszerre behívjátok azt a 4-5 titánt, attól függ, hogy legyetek többségben, hogy legyetek előnyben, onnantól kezdve akár meg is fordíthatjátok a meccset. Nos, ennyi lett volna az alap műveletek, az alaptrükkök a Titanfallon belül, és ugye a kis extra, hogy egy kicsit gondolkodjunk is. De a végére be fogok rakni egy játékot, ami pont arról szól, hogy nem hívtam be a titánomat a játék közben, hogy úgy mondjam, amikor az ellenfelek domináltak, hanem megvártam, hogy a csapattársaim is összeszedjék azokat a titánokat, és akkor mentünk rá az ellenfélre, és akkor ti majd el fogjátok dönteni, hogy mennyire érte meg ez a lépés, mert hogy én azt mondjam, hogy azért eléggé megérte a dolgot. Nos, ennyi lett volna alapjáraton. A következő videóban fogunk beszélni arról, hogy hogyan harcoljunk egy kicsit sikeresebben titánokkal. Fogok beszélni egy sikeres antititán összeállításról, hogy amivel sikeresen lehet kiiktatni titánokat a frankon, és azért igazság szerint a pilótákat is. Tehát ez a nem a fun mód, hanem az, hogy hogyan zúzzuk be a titánok arcát kőkeményen. Mert van ez a fun mód, amikor csak ökörködünk, de azért van egy nagyon effektív módszer arra, hogy hogyan zúzzunk a titánok ellen és pilóták ellen is. Köszönöm a figyelmet, figyeljétek a gameplay, szerintem megérte, hogy behívjam ezt a titánt, mert nagyon rosszul indítottam ezt a játékot, bevallom őszintén, de azért kicsit durvára sikeredett így a végén, és megérte, kivárnom azt, hogy a társaim is összehívják. Hát köszönöm a figyelmet, Necroclean voltam, a következő videóim. Sziasztok! Riding on board.
Let's stay up top and shut them down. Damage core offline. Rock and roll. All units, be advised. We are mission complete. Nice work. Be advised. Promotion forces have been defeated. Let enemy survivors remain in your area. Do not allow them to escape. Warning, militia dropship has arrived at the evac point and intercepted.